Az 1956-os forradalom eseményei festményeken és grafikákon. A Kárpátok Művészeti Egyesület sóstói alkotótáborában készültek a művek néhány héttel ezelőtt, az 1956-os forradalmi emlékbizottság támogatásával, elsősorban kárpátaljai művészek közreműködésével. A művészek az alkotó munka kezdetén ráhangolódásként dokumentumfilmeket, fotókat néztek meg, ezáltal közelebb kerülve a témához. A megnyitó résztvevőit Lépcsei Ágnes, a galéria vezetője köszöntötte. A kiállítást Őri László nyitotta meg, aki elmondta, a kárpátaljai művészek személyes élményeket is őriznek a 60 évvel ezelőtti történésekről, hiszen a megszálló tankok munkácsról indultak Budapestre. Az, hogy vannak köztük nem csak magyar, hanem ruszi művészek, ez azért fontos, mert az évszázados magyar gyökerű kárpáté festőművészet ma már nem csak magyarokból, hanem ruszinokból, ukránokból, ugye kárpátai nagyon ö, ö, olyan keveredés van már Kárpátalján, és ezek a festőművészek, a ruszinok, ukránok, oroszok, akik ott élnek Kárpátalján, ők maguk is átvették már az évszázados magyar gyökerű festőművészetnek a gyakorlását. Az érdeklődők a kiállítás megnyitóján Éj és Gábor helytörténész történelemtanár előadását hallgatták meg, aki 1956. októberének nyíregyházi eseményeit idézte fel korabeli fotók felhasználásával. A kiállítók egyike, a Kárpátok Művészeti Egyesület alapító tagja, a kisvárdán élő Szejfrid Zoltán személyesen ismerte a színművészt Sinkovics Imrét, aki részese volt a 60 évvel ezelőtti eseményeknek. A festő ezt jelenítette meg egyik képén. 1956-os szerepeje kapcsolata pedig szintén egy karizmatikus személyiségként tarthatjuk számon. Ennek okán úgy gondoltam, hogy a pályázat nevében is benne van az ő személyisége, és a, a Petőfi szobornál szavalt és tett mozdulatai és gesztusai, ezek mind megérdemlik azt a mementót, hogy visszaemlékezünk rá egy halála után. Ezért próbáltam összehozni a Petőfi szoborral, az akkori arcképével és a közelmúltban készült egyik fotója kapcsán ezt a formációt. A kiállítás két héten át látogatható a Nyíregyházi East Art Galériában a Nádor utcán. Ezt követően egy bajorországi képviselő meghívására Németországba viszik majd el a tárlatot. A kiállított képeket a tervek szerint az alkotók a bajor kormánynak ajánlják fel.